Szeretettel köszöntelek. Mielőtt megnéznénk, hogy milyen javaslattal élnek felénk a segítőink, hogy mire vigyük a fókuszunkat, hogy koncentráljunk, hogy egyre szabadabban és egészségesebben élhessük meg az életünket, megosztom veletek egy írásomat, amit nemrég tettem ki az oldalra. Azért gondoltam, hogy itt is felolvasom, mert hétvégén szembesültem olyan tündöklő kis lélekkel, aki magára zárta a félelem házának az ajtaját, de annyira, hogy még a kulcsot is kihajította az ablakon. És olyan szépek vagyunk mindannyian, és annyira el tudjuk vágni magunkat isteni fényünktől. És vannak olyanok, akik még nem zárták magukra ezt az ajtót. És még van fülük egy kicsit a hallásra, viszont nem tudják, hogy hova forduljanak. Mit csináljanak akkor, amikor éppen a félelem árnya ül a szívükön? Még tudják, hogy a felhő fölött süt a nap, de már nem tudják, hogy tudják elkergetni ezeket a felhőket. Én tudom azt, egyrészt, hogy mindenki csodálatos lélek, másrészt azt, hogy mindenkiben ott van az a erő és lehetőség, akkor mind múlik mégis. Remélem, segít és elgondolkodtat egy kicsit ez a pár sor titeket. Kell az erő, az öngondoskodás ebben a félelmeket, bizonytalanságot gerjesztő időben. Érzem a nyomását. Többször előfordul, hogy egy teljesen békés és kiegyensúlyozott pillanatban minden előzmény nélkül rám veti magát a kétely, a félelem. Mit kezdek vele? Hiszek neki? Vagy megvárom, míg az ijedelem elmúlik, aztán baktatok tovább? Min múlik ez? A jó kérdéseken. Mert nem az a kérdés, hogy miért történt az, ami történt, hanem hogy mit tudok tenni ebben a helyzetben. Nem az a kérdés, hogy mit hisznek mások, hanem hogy a saját hitem megnyugtat-e engem. Nem az a kérdés, hogy a többiek mit tesznek a testükkel, hanem hogy én megtettem-e mindent, amit megadhattam magamnak. Nem az a kérdés, hogy meghalok-e, hanem hogy teljes életet élek-e addig, ameddig. Nem az a kérdés, hogy teszi-e a szerettem azt, ami szerintem jó, hanem hogy tudom-e szeretni akkor is, ha nem teszi. Jó, ha tudod, te is egy cseppje vagy a tengernek, s ha teret adsz önmagadban a méregnek, ne csodálkozz, hogy a víz egyre szennyezettebb. Mert nem az a kérdés, hogy a másik milyen hülye, rosszindulatú, egoista barom, hanem hogy te gondolkodó, jóindulatú, együttérző ember vagy-e. Nem az a kérdés, hogy tudsz-e válaszokat kapni kintről, hanem hogy jó kérdéseket teszel-e fel magadnak. És ha igen, meg tudod-e őszintén válaszolni? És ha megvannak a válaszok, tudsz-e azok szerint élni? Ha tudsz adni önmagadnak figyelmet, szeretetet, akkor megismered azt az egyetlen életet, a sajátodét, amit teljes egészében rád bíztak. Ha felelősséget vállalsz érte, kibontja virágait, lehetőségeit. Az önmagadba vetett bizalom erősödésével, szellemi irányfényed megtalálásával nem tud hatalmába keríteni tartósan a kétely, a félelem. Mert egészséges lélekkel hálás tudsz lenni az létezés csodájáért,
a nehézségeket pedig képes leszel elfogadni és tanulsággá érlelni. És még azt tenném hozzá, hogy azért is nagyon fontos, hogyha képes vagy rá, nyisd ki a szíved, a szereteted, a szemed a külvilág felé, és képzeld azt, hogy ezt a sugárzást megérzik azok, akiknek ugyanolyan fontos egészségben, szeretetben egymást segítve élni. Ez az időszak nem csak arról szól, hogy ketté válik a társadalom, és úgy szoktam mondani, hogy ez olyan, mint a húsleves, hogy a nehéz hús rétegek, meg a zöldség, az lesüllyed az aljára. Aztán van a köztes lé, és a tetején pedig a zsírcseppek. A zsírcseppek és a zöldségek már nem találkoznak saját anyagi természetükből. Most egy szétválasztódás folyik. De a szétválasztódás mellett egymásra találás is folyik. Nyisd ki a szemed és a szíved, és vonzd be azokat a testvéreidet, akik szintén hasonló világot szeretnének, mint te. Most jött el a döntés ideje. Hol akarunk élni? A félelem házába, annak a teraszán, vagy kint a szabad ég alatt, elfogadva, ha esik, ha fúj, ha éppen ragyogóan süt a nap, és igyekszünk-e hálás lenni, amiért itt élhetünk, és amiért itt vagyunk egymásnak. És akkor ezek után, non plus ultraként, húzzunk még egy... Mester tisztánlátás átlényegülés és beavatás kártyáját húztam. Tudok csatlakozni saját magamhoz. Csatlakozok az előttem szólóhoz. Nyisd ki a szemed és a szíved, és megjelenik a mester bármilyen formában is. Úgy érzem, most a május első teljes hete van, hát előző hétvége már elsője volt, de azt érzem, hogy a május hónapnak ez az első hete, ez a lap az egész hónapot fémjelzi. Lehetőséged van arra, hogy megtaláld pont azt az energiát, ízt, tanítást, ami, ha hajlandó vagy változni és tenni, kivisz abból, vagy azokból a kátyúkból, amin, vagy segít túllendülni, ahol éppen az életünk van. Mindenkinek megvan az a határ, amit eddig nem tudott átlépni. Azért gondolom, hogy mindenkinek, mert kevés megvilágosodott mester szaladgál közöttünk, akiknek már nincsenek határok az életükben. Most a májussal és ezzel a héttel indulóan megkaphatod azokat az erőket, segítségeket, technikákat, amivel túllépsz az árnyékodon. Ha akarod, ha elég bátor vagy hozzá. És ez nem azt jelenti, hogy ha nem megy, az gyáva vagy, mert minden határ átlépés előtt, legalábbis én azt tapasztaltam, az előző szintnek a félelmei, a kételjei, a megoldatlanságai feljönnek a felszínre, és megkérdezik, hogy még mindig azonosítod-e magad velünk, és ha igen, akkor
akkor annyira erősek, hogy nem teszed meg a következő lépést. Ha megtudod, ha tisztán látod azt, hogy ezek a feljövő gondolatok és események nem a lényegedhez kapcsolódnak, csak az eddigi létedhez. Ha rá tudsz látni, ha át tudod lényegíteni az életedet, akkor ezzel a héttel indulóan úgy érzem ez a hónap, egy önbeavatásba tudod részesíteni magad. És azért mondom, hogy önbeavatás, mert nem kintről. Kintről segítséget kaphatsz. De alapvetően az átlényegülést, az átfordulást, azt neked kell meglépned. Derűs napot mindnyájunknak!